Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket ezen a különleges húsvéti istentiszteleten. Így szól hozzánk az ünnep igéje, Jelenések könyvének első fejezetéből a 18. vers. Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ünnepi istentiszteletünket kezdjük el evangélikus énekeskönyvünk 216-os énekében. Hatalmasan munkálkodott. A kő, amelyet elvetettek az építők,
Íme szegletkővé lett, az Úr műve ez, és szer fölött csodálatos. Ez a nap az Úr napja, amelyet ő maga szerzett, hogy vigadozzunk és örvendezzünk. Istenem vagy, ezért hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Halleluja. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet azt az evangéliumi szent igét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapunkra, a húsvét napjára, oltár előtti felolvasásról kijelölt,
és melyet megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első 8 versben a következő. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratával? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahová őt tett. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondtam. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostol hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Főénekként evangélikus énekeskönyvünk 223-as ének.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk együtt, kedves testvérek, a mai ünnepünk igehirdetési alap igéjét, úgy, amit azt megírva találjuk Jób könyvében, a 19. fejezet 25. versétől a következőképpen. Jób így vall: mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. És ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is, meglátom az Istent. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Húsvét ünnepe a kereszténységét, a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Hordozza magán a reménység hangját. Rámutat arra, hogy van tovább, van okunk reménykedni, hiszen magunk előtt láthatjuk, hogy az élet győzedelmeskedik. Az élet erősebb a pusztulásnál, az élet legyőzte a halált. Hiszen mi sem szólhatna nagyobb vigasztalóként, nagyobb örömhírként ezen a napon, még akkor is, ha így távol vagyunk egymástól, minthogy Krisztus feltámadt. Halleluja! Ahogyan az asszonyok az üres sírhoz érve először megijedtek, sőt megrettentek, de nem csak amiatt, hogy a kő el volt hengerítve, nem csak amiatt, hogy a test már nem volt ott a sírban, hanem azért, mert valaki szólt hozzájuk. Megszólította őket, és felnyitotta a szemüket. Nincs ott, akit keresni. Feltámad. Ennek a hírnek a hallatán hallhatjuk meg mi is a mai nap legfőbb evangéliumát, örömhírét. Mert húsvét ünnepének, Krisztus feltámadásának üdvtéje szólít meg minket, és hirdeti számunkra közel sávol az örök élet reménységét. Ahhoz, hogy lélekben is eljussunk, vagy megérkezhessünk húsvét ünnepéhez, vissza kell tekintenünk nagypéntek keresztjéig. Hiszen ahogy a kereszt előre mutat a húsvéti sírig, húsvét egyértelműen visszautal a kereszt misztériumára, csodájára és erejére. Ennek a kettőnek az együttese hozhatja el és mutat rá számunkra is az életre, az örök élet reménységére. Ezért felénk is hangzik ma is, így is a bátorító felhívás: ne féljetek! Hangzott az asszonyok felé is ez, de ezzel az örömhírrel újra és újra szólít meg minket ma. Feltámad. Nincs itt. Nézzük azonban meg Jóbot is. Jób élethelyzete, amikor bekapcsolódunk a történetbe, nem volt egyszerű. Szenvedésének csúcspontján teljesen magára van. Jobb körül már nincsen se család, se barát, nincsen se ember, és látszólag még talán az Istentől is elhagyatottá válik. A barátok erről próbálják meggyőzni, nincs értelme tovább az Istenhez fordulni. Jobb hozzáállása azonban ma is mindannyiunkat térdre kényszerít. Hiszen mi milyen hamar hátat fordítunk, milyen hamar feladjuk a küzdelmeket, és milyen hamar még vádaskodni is kell kezdünk. Mindenkiben meglátjuk a szálkát a szemében, de életünk gerendáihoz már nem kerülünk közel. Jób képes volt a legnagyobb mélységből, a hit legnagyobb magasságába eljutni, hiszen vallja, ha az Isten nem szól most, majd megszólítja őt a jövőben. Mert Isten nem hagyja el. Az Isten nem hagyta el, és ahogyan hangzik a bátorítás is, mindenkor veled leszek. Hangozzék ez felénk és hozzánk is. Mindenkor velünk az Isten. Örömökben, nehézségekben, fájdalmakban egyaránt. Jób nem csüket.
Még akkor sem, amikor már mindenki kihátrál mellőle, és minden össze omlik körülötte, jó az egyetlen, aki még ilyenkor is képes, és az Isten szólítja meg. Nem folytja magába a bánatát és a fájdalmát, keserűségét, sebzettségét, értetlenségét, sőt, még a haragját sem. Az Istennel való kapcsolatát azonban senki és semmi nem tudja aláásni, mert biztos és stabil alapon pillére nyugszik. Jobb helyzete így hív minket is. Hogy lássuk meg most is, mi az, amire támaszkodhatunk, mi az, ami biztos pontként lehet az életünkben. Keressük együtt ezen a rendkívüli húsvét ünnepén is az egyedüli és minden problémán, nehézségen, még akár a vírus veszélyén is, a betegségeken átívelő megoldást, amely csak is Jézus Krisztusban lehet a miénk. Jobb helyzetét így fordíthatjuk magunk felé is, hogy merjünk mi is embernek lenni. Mit jelent ez valójában? Merjünk szembenézni a valósággal, merjük meglátni tökéletlenségünket, fogyatékainkat, sebeinket és betegségeinket. Ne riadjunk vissza félelmeinktől sem, mert mindez a valóság és emberlétünk része. Nem szabad elrejtenünk érzelmeinket, hiszen Jézus élete során is éppen erre mutatott példát, akár csak Lázár sírjánál, amikor sírt, akár akkor, amikor megmutatta emberségét az értünk hozott áldozata árán, hogy minden időben meglássuk az ő istenségét. Mert a szenvedése és halála, majd harmadnapi feltámadása hív minket a reménység hangján keresztül. Jobb barátainak válaszolt. Válasz így hangzik, tudom. Egy nagyon határozott belső meggyőződés sugároz, amely akkor is megmarad, ha a tapasztalat és a valóság, az események, a körülmények egészen más látszanak igazolni. Tudom. Vajon mi is bátran, tudom, hogy az én megváltóm él. Micsoda erő és bizonyosság sugárzik ebből a mondatból, ez nem más, mint a hit, az Isten ismeret kézzel fogható valósága, tudom, hogy az én megváltóm él, tudom, hogy Krisztus él, mert feltámad. Az, ami az asszonyoknak ott a sírnál megrettentő és félelmetes volt, ez nekünk már az élet, az örök élet reménységének evangéliuma. Rámutat a halál felett aratott győzelmére, mely hív minket az örök élet reménységének evangéliuma által. Nekem akkor van életem, valljuk, ezen az ünnepen együtt, kedves testvérek, ha felfedezem az élőt, az éltetőt, a mindenek urát és megváltóját. Nekünk akkor lesz igazi ünnepünk, az idei húsvét ünnepe, ha bátor szívvel és lélekkel, akárcsak még ha otthonainkban kell ezt megtegyük, és nem a templom falai között, de akkor is tudjuk valami bátor bizonyossággal. Él az Úr, feltámad. Mert Jézus tette, azáltal válik valóságá, hogy Jézusnak nem csak tanításai, a gondolata él, nem csak ezekért beszélnek róla az emberek, Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról éppen azért beszélnek, mert húsvét ünnepen ráébreszt minket, hogy megszólít bennünket is az élő Úr, az evangélium szaván keresztül. Szólnunk kell és szóljunk ezért most is róla, mert Jézus nem maradt a halálban, hanem feltámadt harmadnapra. Mi az, ami megmarad hát ebben a szép hulló világban? Hadd válaszoljak erre a kérdésre egy énekünk soraival. Minden szép hullik és köddé válik, köröttem hol lelek megmaradandót? Kőszilárd kapcsot, fogóckodót, őszinte hangot, őszinte szót.
vállalom terhek, ki könnyebbít meg, van-e, kire ezt mind ráhagyhatom? Csak nálad, Jézus, szűnik a gond, reményemet csak tőled kapom. Merre is mennék, kit is követnék, szabad az életet adó beszéd. Megváltó Jézus, jövök feléd, megváltó Jézus, jövök feléd. Most, amikor szinte tényleg úgy érezzük, sok minden darabjaira hullik, ami eddig kerek egésznek tűnt. Amikor mindenki keresi, mi az, ami megoldást kínál. Kereshetnek vakcinát vagy védőoltást, nézhetjük a gazdasági adatokat és kereshetjük a számokban a megoldást, de mindezek szintén csak ideig való megnyugvást hoznak. Az egyedüli és mindent áthidaló és minden legyőző válasz és megoldás Krisztusban adatik nekünk. Mert az ő szava életet kínáló beszéd. Az ő szava életet kínáló szó. Mert ő az, akinél valóban szűnik a gond, mert feltámadása az élet, az örök élet. Jobbal együtt, így valhatjuk mi is, hogy csak ő a mi reménységünk. Egyedül ő lehet számunkra az élet, az örök élet forrása. Mert Krisztus feltámadása hordozza számunkra azt az ajándékot, ami által örömmel tekinthetünk a Golgotán magasodó üres, fájdalmat sugárzó, de mégis az élet reménységét hirdető keresztre. Az üres sír üzenete, a harmadnapi feltámadás csodája, az élet, ami Jobbnak is erőt adott, nekünk is igazi vigaszként és bátorításként kínálkozik. Életünk során gyakran szembe kell néznünk a szenvedések hullákjaival, a miért. Ezt a kérdést tették fel a tanítványok. Jó baráta is, de még maga jó is. Jó kérdésének azonban nem a hátat fordítás volt a megoldása, a válasza. Mindnyájunk életében van olyan töv is, van olyan titkos töv is, ami újra és újra belénk szúr, hogy érezzük, még itt vagyunk. Mert ezek a tövisek azok, amik a lelkünk próbatételeinek tövisei. Mert lelkünk mélyén olyan fájdalmasan tud szúrni, hogy kérdés annak egyáltalán elviselhetősége. És most mi is itt állunk. A miért kérdésével, de mi már tudjuk a választ. Értünk történt. Érted és érted. Az Isten mindenen túlmutató ember szeretetéből vitte véghez mindezt. Krisztus ember szeretetének és az Atyának való engedelmessége által. És amikor egyedül érzed magad, amikor keresed, kiállhat melletted, kiérzi bánatod, akkor, amikor talán a legmélyebb gyász vesz körül, akkor ne feledjük, ő áll melletted. Ő hordja bánatot, Isten kínálja fel számunkra ezen az ünnepen is, a szenvedések és lemondások közepette is, a miértek értelmét kutató kérdésekre a válasz. A válasz nem más, se ma, se holnap, mint maga Krisztus. Az a Krisztus, akinek keresztje ott magasodik a Golgotán, az a Krisztus, akit nem találtak ott az asszonyok a sírban, mert feltámadt, mert él. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, otthonainkban közel és távol. Adjon erőt a mindennapok terheinek hordozásában Jobb bátorító szava. Miszerint tudom, hogy az én megváltom él. Nem kell sehova máshova menekülnünk. Egyedül hozzá.
forduljunk, meneküljünk Krisztushoz. Hozzá pedig nem kell útra kelni, nem kell kimozdulni, de össze kell kulcsolnunk kezünket. És így zengjen ajkunkról is a hálaének, Krisztus feltámad. Tudom. Tudom, hogy az én megváltó él, vallja jó. Tudom, szóljon számunkra is, és tőlünk is ez a bizonyosság. Én tudom, hogy az én megváltóm él. Legyőzte a halált, értem, és érted egyaránt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te a békesség fejedelmeként tértél vissza a holtak birodalmából, feltámadásod erejével békéltes meg minket és mennyei atyáddal, s add, hogy újongó lélekkel vihessük elé kéréseinket. Urunk Istenünk, add, hogy földi életünk véges voltát az örök élet reménységével tudjuk elfogadni atyai kezedből. Csendesítsen szívünkben minden lázadó indulatot, töltsd be minket húsvét örömében. Urunk, könyörgünk egyházadért, add, hogy hiteles tanúja legyen a bűn és a halál fölötti győzelmednek, és minden nép meghallja az örök élet evangéliumát. Könyörgünk mindazokért, akiket hitükért és az igazságért üldöznek, add, hogy akik testükben szenvedésedet hordozzák, azokon örök dicsőséged is nyilvánvalóvá legyen. Könyörgünk a világ békességéért is. Fogd le azok kezét, akik mások életére törnek. Újítsd meg a föld termő erejét, elevenítsd meg az emberi önzés következtében halódó természetet. Könyörgünk minden egyes gyülekezeti tagunkért, egészségesekért és betegekért, fiatalokért és idősekért, türelmesekért és mindazokért is, akik már talán türelmetlenül hordozzák-e mostani nehéz keresztet. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, könyörgünk orvosaikért, könyörgünk az ápolókért, illetve minden szenvedőért, aggódó hozzátartozóért is. Őrizd meg mindannyiunkat a kétségbeeséstől, add, hogy keresztet titkát megértve, föltámadásodból napontva mindannyian erőt meríthessünk. De meg kell hajolnunk, Urunk, mindenkor szent és jó akaratod előtt, amikor így emlékezünk meg imádságunkban Hod Lászlóné testvérünkről is, akit hazaszólítottál ettől a világról. Áldunk téged mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál. Kérünk, részesítsd őt az örök élet örömében. Kérünk a gyászolókkal is éreztesd atyai jóságodat. Erősítsd meg szívüket, hogy akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Föltámadott Úr Jézus Krisztus, légy velünk, légy mellettünk, amikor kétség és félelem gyötör. Jutasd eszünkbe, hogy nálad vannak a halál és a pokol kulcsai, és testvérünk előtt is és előttünk is megnyitottad az örök életre vívő utat. Végső uránkodunk, részesíts kegyelmeden, emlékezz meg rólunk is, amikor eljössz országodba. Viselj gondot rólunk, Urunk, kísér áldásoddal minket mindannyiunkat, erősíts meg minket abban, hogy tudjunk együtt imádkozni, tudjunk egymásért is imádkozni. Hordozzunk el egymást szeretetben, ahogyan Te megmutattad szeretetedet irántunk, amikor fiadat áldoztad, de akit nem hagytál a halálban, hanem harmadnapra feltámasztottál, hogy az élet reménységét hirdesse most és mind örökké. Így kérünk, Urunk, hallgass meg még minket, amikor fia tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet. Így kívánunk minden testvérünknek, családjaiknak, szeretteiknek békés, áldott húsvéti ünnepet a feltámadás reménységével, hogy Jézus Krisztus él, értünk él, és mi is élhetünk általa. Erős vár a mi Istenünk. A záró énekként a 287-es énekünket énekeljük.